Jó tempen halad a Pangea ökocentrum építése. Az állatpark mellett épülő sajátos hangulatú háromszintes hotel várhatóan nyár közepétől várja a vendégeket. Magyar ápolók napja, 25 ápoló vehetett át kitüntetést a megyeházán tartott ünnepségen. Lépésről értékre a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár gyűjteményét bemutató sorozat indult. Több mint 1,6 milliárd forintból épül meg Nyíregyházán a Pangea ökocentrum és szálloda. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az állatpark mellett épülő sajátos hangulatú háromszintes hotelben 38 darab szállodai szobát alakítanak ki, valamint egy oktató és konferencia központot is létrehoznak. A szálloda várhatóan nyár közepétől várja a vendégeket. A sóstói tóra néző gyönyörű panorámás szobák, csendes környezet várja majd júniustól a Nyíregyházára látogatókat. Összesen 2618 négyzetméteren, három szinten 38 darab szoba áll mai rendelkezésre a Nyíregyházi Állatparkban épülő Pangea ökocentrumban és a hozzátartozó szállodában. Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója az új látványossággal kapcsolatban híradónknak elmondta, a szálloda környezetében számos különlegesség egyenlőre még meglepetés, de annyit elárulhat, hogy a szaladgáló dinoszauruszok és egy nem mindennapi játszótér is megtalálható lesz a szálloda parkjában. Szeretnénk egy ökológiai utazásra hívni mindazokat, akik ebbe a szállodába majd eljönnek, itt laknak, itt töltik az idejüket. Hát egy csodálatos kilátás lesz a tóra, a másik csodálatos kilátás a parkra, az állatparkra, lehet hallgatni, ahogy üvöltenek az oroszlánok. Itt a szállodában pedig minden egyes szoba más állatról lesz elnevezve, úgy lesz berendezve, egy-egy állat kötődik. Az egész szálloda bemutatja a térségünk élővilágát, múltját, jelenét. Én úgy gondolom, hogy aki ide belép, az talán egy különleges utazáson vesz majd részt. A fejlesztés a Modern Városok program keretében valósul meg több mint 1,6 milliárd forint összegben. Ezt már Kovács Ferenc mondta el az épület bejárásakor. Nyíregyháza polgármestere arról is beszélt, hogy a szállodában egy 100 férőhelyes konferenciaterem is helyet kap, ami konferenciákon kívül különféle képzéseknek is helyszínt biztosíthat. Kovács Ferenc azt is kiemelte, a Nyíregyházi Állatpark a város egyik fő látványossága. A cél ezeknek az eredményeknek a megtartása és továbbfejlesztése. Ez az állatparki 7 milliárd körüli fejlesztési csomagunknak egyik kiemelt eleme. Szeretnénk ezt már a főszezonban, nyáron, júliusban megnyitni, remélem sikerül is. És hát azért is fontos, mert az elmúlt években a szálláshely kapacitás, mint korlátozó tényező állt elő. Ez a jó hír, hogy annyian jöttek hozzánk, 200 ezer körüli a vendégészszaka számunk, és jellemző, hogy a külföldi vendégek száma nagyon megnőtt, 35% körül van, és hát az ország minden pontjából jönnek Nyíregyházára, Sóstóra, itt Sóstóban az állatpark egy régóta ismert, kiemelt attrakció. A szálloda nem csak minőségi szálláshelyekről gondoskodik majd, hanem számos munkahely lehetőséget is kínál majd a megyében élőknek. A Pangea ökocentrum a tervek szerint nyár közepétől fogadhat vendégeket. Jelenleg 3000 ápoló dolgozik a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórházban. Közülük 25-en kaptak kitüntetést a Magyar Ápolók napja alkalmából a megyeházán tartott ünnepségen. Ezeket az elismeréseket 2014 óta azok a kórházi dolgozók kapják, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. 2014 óta február 19-e Kossuth Zsuzsa születésnapja a Magyar Ápolók napja. Ő volt hazánk első országos főápolónője, aki már az 1848-as harcokban megszervezte a hadisebesültek ellátását. Az országgyűlés hivatalos határozata óta ezen a napon ünnepélyes keretek között kitüntetésekkel méltányolják a kiemelkedő teljesítményt nyújtó ápoló dolgozókat. A 21. század kihívásai új feladatokat ad, de egyben lehetőséget is, hogy az ápolás megtarthassa eddigi értékeit, sőt, tovább növelhesse azt. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés számára kiemelten fontosak az egészségügyi dolgozók. Az egyik legfontosabb dolgozója az egészségügyi folyamatnak az, hogy egészségesen tudjuk magunkat, családunkat, körzetünket, azok az ápolók, hiszen ápolók nélkül nyilvánvalóan az orvosok sem tudnak a munkájukat elvégezni. Hagyományosan évente ez a nap az ápolók napja, amelyen őket köszöntjük. A társadalom megbecsülése az mindig is megvolt az ápolók felé. Az anyagi megbecsülésről azó sajnos nem mindig
beszélhetünk. Fontos, hogy az ápolókat ne csak szavakkal, hanem anyagilag is elismerjék. Ezért a kormány 4 lépcsőben 53%-kal emelte a szakdolgozók bérét. Ebből az emelésből a nyíregyházi dolgozók is részesültek. A nyíregyházi önkormányzat városvezetés már 7 éve lehetőségei szerint minden támogatást megad a kórháznak, mert tudjuk, hogy nem vagyunk és nem is voltunk se a kórház fenntartója. Az elmúlt években eddig 500 milliárd forintot fordított a kormány a vidéki egészségügy fejlesztésére. Azonban, ha nincsenek megfelelően elismert és motivált szakemberek a kórházakban, ezek a fejlesztések és beruházások nem elegendőek a betegek számára. A Szabolcs-Szatmár Beregmegyei Kórházak és Egyetemi Oktató Kórház teljes intézményrendszerébe több mint 3000 dolgozó ápoló dolgozik. Ezen a mai napon, a Magyar Ápolók Napján intézményünkből 25 dolgozót fogunk kitüntetni, illetve nagy öröm számunkra, hogy jelen pillanatban Budapesten van 2 dolgozónk, illetve a Mátészalkai Központi Anesztezikai Intenzív Osztály munkatársi garnitúra, ápolói garnitúra, akik miniszteri kitüntetésben részesülnek, úgyhogy velük együtt, tehát ezzel a nagyon szép létszámmal ünnepelünk ma. Ónodi Szűcs Zoltán, az egészségügyért felelős államtitkár a Magyar Ápolók Napja budapesti központi ünnepségén kiemelte, 2020-ig az egész országban több mint 10 milliárd forintból újulnak meg nővérszállók, és folytatják az ápolási eszközpark cseréjét is. A következő 10 évben akár 50 ezer új álláshely is létrejöhet a magyar mezőgazdaságban. Erről a földművelésügyi miniszter beszélt pénteken Szatmárcsekén. Fazekas Sándor hozzátette, a hazai agrárium közel másfélszeresére növelte kibocsátását. Az adatok szerint pedig a legnagyobb munkahelybővülés az egyéni gazdaságoknál és a kisméretű gazdasági szervezeteknél történt. A miniszter hangsúlyozta, a hazai élelmiszeripari cégek például 2017-ben 22 ezer munkavállalóval többet foglalkoztattak, mint a korábbi években. A támogatások is emelkedtek az elmúlt időszakban. A lehető legnagyobb forrás kapják a szarvasmarha, tej és juh ágazat szereplői, valamint a korábbi keretösszeg többszörösét kapják a baromfi és sertéstenyésztők is, hangzott el a Gazdafórumon. A térség országgyűlési képviselője kiemelte, a megyébe is nagy összegű forrás érkezett. Mezőgazdasági megye vagyunk, a térség pedig abszolút mezőgazdasági térség. Én kaptam egy kimutatást, amit szeretnék pár számot megosztani önökkel. Ugye a Földművelési Minisztérium és a miniszterelnökség is biztosít forrásokat a gazdálkodóknak, és ugye a miniszterelnökség a vidékfejlesztés résszel foglalkozik. Összegyűjtöttük azokat a pályázatokat, amelyeket a két minisztériumból elnyertek az itt élő emberek. Összesen 1859 pályázat volt sikeres, és 27 milliárd 761 millió 88 forint érkezett a térségbe támogatásként. Szombaton hivatalosan is elkezdődött a 2018-as választási kampány, ez a választás megelőző 50. napon indul. A kampány időszak első napján megnyitották a Fidesz-KDNP egyes számú választókerületének kampányirodáját Nyíregyházán. A párt országgyűlési képviselőjelöltje Szabó Tünde a megnyitón kiemelte, sok teendőjük van a következő 50 napban, április 8-áig. Rengeteg fejlesztés el tudott indulni az elmúlt időszakban, nagyon sok tervünk van, rengeteg fejlesztés indul el. Elérhettük azt az elmúlt évek során és a munkáknak hatására, hogy Magyarország, Kelet-Magyarország gazdasági, kulturális és oktatási központjává vált Nyíregyháza, és szeretnénk még nagyobb körben elérni azt, hogy igen, turisztikai hatása is érzékelhető legyen, és a gazdasági fejlesztések is mind-mind azt eredményezzék, hogy itt válasszák úgymond a fiatal családok is a letelepedést, és a képzett fiataljaink pedig Nyíregyházára visszajönnek. Lépésről értékre Hazánk tündérmezején címmel indított bemutató sorozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárbizottság. Az értékmussa első állomásán kiemelték, a bizottság célja egyenként bemutatni azt a 101 tételt, amely jelenleg is az értéktár része, illetve bővíteni a listát. Az első sajtótájékoztató helyszíne a Baktalóránd házi Dégenfeld Kastély Múzeum volt.
A Baktaló Rendház Idégenfeld Kastély Múzeum is a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár része. A lista jelenleg 101 tételből áll. Szerepelnek köztük például ipari és műszaki megoldások, épített vagy természeti környezet, illetve kulturális örökség is. Az Értéktár Bizottság ezek népszerűsítésére és bővítésére egy megyei járó értékmustrát indított, amely a Lépésről Értékre címet kapta. Ennek első állomása Baktaló Rendháza volt. Szeretnénk minél több embert elérni ezzel, és ezzel a sajtótájékoztató sorozattal is pontosan az a célunk, hogy a megye minden térségében megmutassuk azt, hogy éppen hol tartunk az értékgyűjtő munkában, milyen értékek kerültek már be a megyei értéktárba, és mint a mai sajtótájékoztatón is már elhangzott, merüljenek fel olyan javaslatok, amelyek még szintén ott kell, hogy legyenek, ott legyen a helyük, és ezeknek nagyon nagy jelentőség van abból a szempontból, hogy bízunk benne, hogy el tudunk érni majd akár fiatalokat, akár idősebbeket, de olyan kovász embereket, olyan közösségi embereket, akik látják a lehetőséget magába az értékgyűjtő munkába, és szeretnének ebbe segíteni nekünk. A hazai értékeket a települési vagy tájegységi, illetve megyei értéktárbizottságok, valamint a Hungarikum Bizottság gyűjti hazánkban. Utóbbi listán már 70 tétel szerepel, de ez is folyamatosan bővül. Nagyon-nagyon fontos mindegyik Hungarikum, a saját nemében mindegyik egy világsiker, egy világsláger, ugyanis csak abban az esetben kerülhetnek a Hungarikumoknak a listájára. Minket turisztikailag vagy gasztronómiailag a kultúra mellett természetesen, amit teljes mértékben érint, az az 5 darab Hungarikum, a Gundel örökség vagy a Gundel palacsinta, a tiszai, a bajai halászlé, a gulyás, és mi kihagytam valamit. Mit hagytam ki? Nem hagytam ki semmit, szerintem mindegyiket elmondtam. Nagyon-nagyon drukkolok annak az ételnek, vagy annak a turisztikai attrakciónak, amelybe kerülhet első körben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből. Úgyhogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és maga nyírség tele van érdekességekkel. Az értékbemutató sorozat első állomásának helyszíne a Degenfeld Kastély Múzeum első ismert irata egy 1515-ben kelt dokumentum. Az épület feltehetően utolsó komolyabb átalakításait 1840 körül végezték. A 20. század háborúi során a kastélyt többször feldúlták, 1945 után pedig államosították. A Degenfeld kastély 2014 és 2015 között újult meg, több mint 500 millió forintos hazai és Európai Uniós támogatásból. A projekt keretében egy interaktív múzeumot alakítottak ki, amely bemutatja többek között Baktaló Rendházát és a Degenfeld családot is. Rekordszámban jelentkeztek az idei lápidisznótorosra. A nagyecsedi gasztrorendezvényen 22 csapat mérte össze főző tudását. A bőlérverseny idén nemzetközivé vált, három testvérváros is képviselte magát. A hagymás vértől a tárcsás húsig az érdeklődők számos sertésből készült ételt megkóstolhattak. Töltöttek kolbászt, készült toroskáposzta és hurka is a 11. lápidisznó toroson Nagyecseden. A böllér versenyen minden csapat a legjobb tudása szerint. Szabály nélkül dolgozhatta fel a sertéseket. Az elkészült ételeket végül szubjektív szempontok szerint értékelte a zsűri. 11. alkalommal rendezzük meg Nagyecseden a lápidisznótoros fesztivált, és el kell mondjam, hogy most minden idők legnagyobb részvételével büszkélkedhetünk, hiszen 22 csapat nevezett be a rendezvényünkre. Annak idején 11 évvel ezelőtt mi egy ilyen családi, baráti indítatásból rendeztük meg ezt a böllér fesztivált, lápidisznótorost. Ugye nálunk minden lápi, hiszen az ecsedi lápon vagyunk, lápja a fesztiválunk, lápja a disznótorosunk, lápja a farsangunk, minden lápi, hiszen kevesen tudják, hogy Nagyecsed, az ecsedi láp, a valamikori ecsedi láp az a Balatonnak a kétharmadát tette ki, ezért mi próbálunk ezen a téren is a hagyományőrzők lenni. A verseny idén nemzetközivé vált. A jelentkezők között három testvérváros is képviselte magát. Kettő Romániából, egy pedig Ukrajnából. A hagymás vértől a tárcsás húsig minden sertésétel készült Nagyecseden. Az a fajta közösségi élmény, az embereket elhozzuk, megismerkednek, barátkoznak, megmutatják a tudásukat a gasztronómiában, a kolbász ízesítése, a hurka ízesítése, a szalonna pácolása technológiában. És itt a gasztronómia is benne van, hogy mi magyarok egészséges élelmiszert, jófajta disznóhús szeretünk enni, ez rajtam látszik is egy kicsit, a csirke mellett nem nagyon toleráljuk. Én azt gondolom, hogy ilyen alkalmakkor felelevenítjük azokat a szokásokat, ahogy a beszédemben is mondtam, hogy valamikor a
vidéki ember télreire meghizlalt egy disznót, levágta, körbehordta a rokonságnak kóstoló formájában, végén alig maradt otthon, de ugyanígy visszavárta, közösségi élmény volt rokonokkal, barátokkal. A lápi disznótoros az elmúlt években a térség egyik legjelentősebb rendezvényévé nőtte ki magát, amely minden évben egyre több látogatót vonz Nagyecsedre. Az első nyírségi disznótoros fesztivált és 17. nemzetközi böllérversenyt is szombaton szervezték a Sóstói Múzeum faluban. A nyíregyházi rendezvény a jótékonyság jegyében zajlott, az 500 forintos tombola jegyek bevételét ugyanis a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházakért közhasznú alapítvány az öregedés méltóságáért programjának ajánlották. A közel két évtizedes múlttal rendelkező böllérverseny kinőtte eddigi helyszínét, ezért érkezett a kétszer akkora területre, a Sóstói Múzeum faluba. A böllérek közötti versenyen túl volt amatőr kolbásztöltő verseny, és a pálinkákat is összemérték az első nyírségi disznótoros fesztiválon, amelyet hagyományteremtő jelleggel szerveztek. Ezüstérmes lett a HEP kupában a Nyíregyháza Blue Sharks. A Debrecenben megrendezett négyes döntő első meccsén a kék cápák 83-72-re legyőzték a PVSK-t. A fináléban azonban 95-81-es vereséget szenvedtek az Oroszlánytól. A nyíregyháziak a bajnokságban a hétvégén az MTK Török Bálint otthonában lépnek pályára. A Magyar Kupa döntőjével egy időben és egy helyszínen a debreceni Phoenix csarnokban rendezték meg az alacsonyabb osztályú csapatok számára kiírt HEP Kupa 4-es döntőjét. A Nyíregyháza Blue Sharks az első meccsen 11 ponttal verte a pécsi VSK-t úgy, hogy győzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben. Az Oroszlány elleni vasárnapi fináléban a második negyedben már 15 ponttal vezettek a kék cápák, de a nagyszünetre két pontos oroszlányi vezetésnél vonultak le a csapatok. A harmadik negyedben 9 ponttal ismét ellépett ellenfelétől a nyíregyházi gárda, de a másodosztály élovasa újítani tudott. 77-77-nél még egyenlő volt az állás, a hajrá viszont az oroszlányé volt, amely 14 pontos győzelmet aratva megszerezte a kupát. A nyíregyháziaknak pedig a tavalyi bronz után ezúttal ezüstéren jutott. Én maximálisan elégedett vagyok, gratulálok a fiúknak ahhoz, amit a múlt héten elvégeztek munkát, azt a profi hozzáállást, amit ott beraktak az egész munkába, és ugye, hogyha hétvégén mind a két meccsen maximálisan koncentráltak, sajnos nem sikerült menjen a döntő, de nagyon szép ez a második hely is. Mi fiatal csapat vagyunk, 17-18 éves játékosok játszanak nálunk, és az oroszlányok pedig olyan cserék tudnak bejönni, akik ugyanolyan minőséget tudnak nyújtani, mint akik ebbe mennek. Szerintem a erősebb kispad döntött. Ugye ez egy mérkőzés, egy döntő mérkőzés, ugye ide is kell rutin, de mindenképp örülök annak, hogy a második hely meg lett. Az edző szerint a játékosok bizonyították, hogy kiélezett helyzetekben is képesek jó teljesítményt nyújtani. Ez bemutatkozott, hogy azért nyomás alatt is egyre jobban tudunk játszani, fontos mérkőzéseken is tudunk jó teljesítményt nyújtani. Még mindig van, mibe fejlődünk, hiszen szeretnénk azért minden jobb helyen végezni a bajnokságban is. Megnézzük a hibákat, és próbáljuk javítani, és nagyon sok munka áll még előttünk. A nyíregyházi csapat szombaton folytatja bajnoki szereplését. Az NB1B piros csoportjában harmadik helyen álló kékcápák a jelenleg 9. MTK Török Bálint otthonában lépnek pályára. 7. fedett pályás bajnoki címét szerezte meg Bakosi Péter. A nyíregyházi magasugró a Budapesten megrendezett versenyen 220 cm-es eredménnyel végzett az élen. A fedett pályás legjobbját beállító atléta márciusban dél-afrikai edzőtáborba utazik, hogy felkészüljön a szabadtéri szezonra. A fedett pályás szezon számára első, egyben utolsó versenyén állt rajthoz a fővárosban Bakosi Péter. A januárban sérüléssel bajlódó címvédő érvényesítette a papírformát, 7. bajnoki címét szerezte meg csarnokban. A nyíregyházi magasugró 204 cm-en szállt be a versenybe, majd egy rontást követően 215-re emeltetett, amit elsőre átugrott. A 220 cm másodszorra sikerült, a 223 viszont ezúttal sok volt az idehaza egyeduralkodónak számító magasugrónak, akinek győzelmét ezúttal sem fenyegette senki. Jól sikerült a felkészülés. Ugye tudjuk, hogy jelenleg Németországban készül Kis Tamás irányításával. Ja, amikor itthon van Magyarországon, akkor, vagy pontosabban Nyíregyházán, akkor én segítem a felkészülését. Januári edzőtáborig nem is volt semmi gond. Tenerifén kint egy rossz mozdulat miatt ugrás közben megsérült a sarka, és emiatt kb. 4 hetet hagytunk ki, nem tudott sem nekifutni, sem ugrani, egyébként az edzéseket tudta végezni, tehát kondicionálisan nagyon jó volt, és így jött el az országos bajnokság.
Tudtuk, hogy nehéz lesz igazából jó mozgást összerakni, de Peti azért nagyjából sikeresen megoldott a feladatot, és 220 cm-es legjobb eredményét beállítva megnyerte végül is a 7. bajnokságát. Bakosi Béla szerint az előzményeket tekintve kifejezetten jónak mondható, hogy Péter be tudta állítani fedett pályás egyéni csúcsát. A tavalyi évhez képest 5-6 kg mínusszal rendelkezik, ami látszott nagyon a mozgásán, nagyon könnyed, nagyon szellős volt igazából. Hát egyedül még, amit mondtam, hogy a nekifutását nem tudta gyakorolni, és ebbe egy kicsit bizonytalan volt, és így a 223 centin az első ugrásnál közel került a léchez, és ismételten picit megsérült a sarka, tehát végül is érzékenyebb lett, ezért a harmadik ugrás már nem is fejezte be 223 centiméteren. Péter március közepén 3 hetes dél-afrikai edzőtáborba utazik, majd visszatér Németországba. Az év főversenye számára a berlini Európa-bajnokság, amelyre 226 cm a nevezési szint. A magyar bajnokságon és az egyetemi bajnokságon kívül csak németországi versenyeken áll majd rajthoz a kontinens viadalig a nyíregyházi magasugró. Most pedig híradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Több mint 1,6 milliárd forintból épül meg Nyíregyházán a Pangea ökocentrum és szálloda. Az állatpark mellett épülő, sajátos hangulatú, háromszintes hotelben 38 darab szállodai szobát alakítanak ki, valamint egy oktató és konferencia központot is létrehoznak. A szálloda várhatóan nyár közepétől várja a vendégeket. Jelenleg 3000 ápoló dolgozik a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórházban. Közülük 25-en kaptak kitüntetést a Magyar Ápolók Napja alkalmából a megyeházán tartott ünnepségen. Ezeket az elismeréseket 2014 óta azok a kórházi dolgozók kapják, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Lépésről értékre Hazánk tündérmezein címmel indított bemutató sorozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárbizottság. Az értékbusra első állomásán kiemelték, a bizottság célja egyenként bemutatni azt a 101 tételt, amely jelenleg is az értéktár része, illetve bővíteni a listát. Az első sajtótájékoztató helyszíne a Baktalórendházi Degenfeld Kastély Múzeum volt. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták február 19-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársam nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk kisebb havazással. Kedvesték a Kárpát-medence időjárását egyre inkább a délfelől érkező mediterrán ciklon alakítja. Nedves levegő áramlik térségünk fölé. Az előttünk álló éjszaka eleinte változóan, majd többnyire erősen felhős lesz az ég. Csapadék nem valószínű, a keleti szél helyenként megélénkül. Reggelre általában mínusz 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erősen felhős vagy borult lesz az ég, délutántól hószálingózás, havazás is valószínű. A keleti szél helyénként megérénkül. Délutánra 2 fokig emelkedik a hőmérséklet. Melegfronti hatás van térségünkben. Szerdától péntekig mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. Túlnyomóan borult lesz az ég, és sokfelé várható kisebb havazás, átmenetileg havas eső is előfordulhat. Több helyütt megerősödik az északi, észak-keleti szél. A hétvégén a változóan felhőség mellett több órára kisüthet a nap, számottevő csapadék nem valószínű. Egyre csípősebbek lesznek az éjszakák, és fokozatosan gyengül a nappali felmelegedés. Vasárnaptól fagypont alatti maximumokra számíthatunk.